Sziasztok, nézzétek ti is a Tanoda TV-t! Sziasztok! Sziasztok! Ebben a műsorban bemutatjuk meg sikerült a műsorban. Két ember kibékült. Kérem szépen, a szomszédom minden reggeltől estig hallgassa zenét. A kisgyermekeket nem tudom normálisan még altatni se. Hogy a szomszéd csendbetegségbe esett. Interjúkat készítettünk emberekkel az utcán. De hát hallok jót is, meg rosszat is. Minden kettő. Munkahelyek? Miért vannak munkahelyek? Rendkívül hírény között szerepel. A tanodások által megrendezett sportnak. Hogy áll? Készítettünk egy remek interjút Murjánikével a Gömerek számára. Sok szeretettel fogadott minket. Izgultál a fellépés előtt? Nem, egyáltalán nem izgultam. Úgy látom, te most izgulsz, de nem kell. Úgyhogy nem, egyáltalán nem izgultam. Természetesen folytatjuk a Tinta szerelmet. Amelyben még több titalozatosság és izgalom vár önök. Hát a Tinta gyümölcs a legédesebb! Csumi! Kiderült, hogy az anyám nem is igazi anyám, és még tőled is eltiltottak. Egyetek több zsíros kenyeret, finom! Gyerekek, elmondom a hozzávalókat és ifjú tehetséges munkatársaim elkészítik a zsíros kenyeret. Ki nem hozott hagymát? Sajnos én voltam az uram. Ki van rúgva? Na jó, úgy tűnik hagyma nélkül csinálunk zsíros kenyeret. Vegyetek el egy-egy kenyeret, fogjátok a kést és kenyétek a zsírra. Zsíros kenyér, finom és kész. Sziasztok, nézzétek meg az Ózdi utca embereit, körinterjúm következik. Valahol büszkének érzem magam, attól függetlenül, hogy a mi városunk nagyon le van szegényedve, és nincs munka lehetőség. Hát gyönyörűen ki van építve, minden szép, tiszta, csikeknek van helyei. Meg kell, hogy mondjuk őszintén, Ózd nem halott város, ez rossz óra. Nem tud elég jól az általában saját lehetőségeivel. Lehetnek gazdagabb, meg hát jobb élet. Hogy tetszik önnek Ózd városa? Nagyon szép. Ahogy most megcsinálták ezzel díszítésekkel, úgy virágokat ültettek fel, szerintem nagyon tetszik. Hát én megmondom őszintén, szép város, de mi nem itt lakunk. Kevésbé, mint régen. De miért? Mert szemmel látható a városban, a város leépülése, az emberek elszegényedése, és ez elkeserít egy jó érzésű ember. Mi a véleménye az Ózdi strandról? Hát arról lehetne. És szokott járni? Piszkos, mocskos, bele szoktam néha, de már
belepisülve. Tavaly voltam, jó. Mit tudnak a fiatalok itt Ózdon csinálni? Hát semmit. Semmi lehetőség nincsen a fiataloknak. Sem munka lehetőségük, semmi. Nem tudnak se diszkót meg, vagy ilyenek, semmit nem tudnak. Tudom építeni például, azt mondta, amit a régiek elkezdtek. Tulajdonképpen valóban igaz az, hogy úr nincs könnyű helyzetben, sem a munkanélküliség terén, sem pedig a, hogy mondjam, a tanulás terén sem igazából, miután ugye egyetemtük egy van, nem lesz, hogy egy egyetemnek van egy szalagyelmezett tagozatai lent a volt statisztika színói pretében. Fiataloknak sincs rá mód, hogy dolgozzanak. Ha el is mennek alkalmi munkákra, ezt hozzáteszem, én is voltam, sokat nem fizetnek a vállalkozó. Ja, milyen munkalehetőségek vannak Ózdon? Hát én deszkóra gondolok, ami most itt konkrétan a diák munka. Nem tudom, más nem olyan. Semmilyen. Nincs. Hát nagy a munkanélkül. És mit gondol, mi az oka ennek? Hát a pénz. A válság. Gazdasági válság. Munkahelyek? Miért vannak munkahelyek? Hát a lehetőségek. Milyen munkalehetőségek vannak itt Ózdon? Hát ugye, ezt mindenki tudja, hogy nincsenek munkalehetőségek. Gyakorlatilag 2-3 üzemen kívül és a városban létező kiszolgáló iparágokon kívül nincs munkahely. Tehát gyakorlatilag nagyon kevés a munkahely. A város lakosságának talán a 20%-a, ha munkát tud keresni, találni önerőből vagy cégeknél. Az kevés. Nagyon szeretném, hogyha átváltozna az én városom, ahol lakom, mint Ózd. Nagyon örülnék annak, hogy több munkalehetőségre lehetne. És hogy ne fajulna arra a világra, amit most látok, 48 évesen, drogvilág. Egyik jobban iszik, egy gyerek iszik, szédülnek, olyan anyagokat vesznek a kezükbe, ami ezek előtt 82-ben szó se volt róla, és 48-esen félek végigmenni az úton, ugye, hogy belém ne kössön. Láttam már nem is késelést, hanem gyakorlatilag kardozást, valódi kardokkal. Rendesen tűrhetetlen ez. Hát a zene nélkül mit élek én? Zene nélkül? Ezt is hallgatni kell, hánynal fél kettőkor a zenét. Hát ki lehet beszél maga én? Szeretni valakit valamiért. Császtok! Rövid híreink következnek. Ózdon a stadionban volt egy összevonó sportnap, ahol szinte minden tanodás részt vett. Interjút készítettünk a magyarországi roma foci válogatott elnökével is. Hogy áll le? Itt vannak a szorgó szakácsok. És akkora finom. És láttak néhány tehetséges gyereket is. Ez mindenki tehetséges. Jó maga. És megkérdeztem, hogy miutától foglalkozik a fociban? Gyerekkoromból múlt eszembe, tudom, mindig futboloztam. Úgy igazából, hogy a szívem válogatottnak vagyok a menedzsere. Mondhatnám, hogy a elnöke is. Hát úgy 20 éve. Van a magyar cigán válogatott 95-től, eddig a cigán válogatott 116 nemzetközi mérkőzésből megnyert 114-et. Ez mindig országok ellen játszottunk, nem cigán csapatok ellen. Brazíliában is elmentünk, ott is 2 tornát jártunk. 2. Nem beszélve a Brüsszelről, nem beszélve a Helsinkiben, ahol a magyar csapatok első 10-es jutottak, mink elhoztuk a tornának a díját, első díját. Mondom, hogy a tehetség az kevés. Ahhoz kellene az, hogy akaraterő. És én azt hiszem, itt a fiatalok között megvolt az akarat, hogy futballoztak,
hogy ezek akartak mondani. Köszönöm szépen. Mit szeretne küldeni a tanulmásokat? Egyre szeretnék a tanulmásokat. Tartsanak ki, tiszteljék, becsüljék a tanulmányvezetőket, akik tényleg megtesznek értik mindent, ők tegyenek meg a pályán belül mindent értik, amit a tanulmányvezetők pályán kívül tesznek meg értik. Küzdjönek egymásért. Akkor ez szerint azt szeretném, hogy küzdjünk, amit szeretnénk elő. Igen, így van. Harcoljon. Harcoljon. Amit csak lehet. Hajrá, magyar cigányok! Ozdonyért ellencsúlyom a tanodás gyerekekhez gyert, hogy válaszoljon a kérdéseinkre. Nézzék meg külön kiadásunkat is. Van egy olyan lányt, akit ugyanúgy szeretnék. Szeretjük egymást, és majd gyerekeink lesznek. Bence, végre kaptuk az Inkubátorház fantomját, leleplező fotóképregényünket. Nézzétek meg, vagy nem kaptok ezt a vacsorát. Hogy tetszett önnek a képregényünk? Képregényetek? Az nekem nagyon tetszett. Ez az egyetlen olyan beérkezett pályázati anyag, ami tényleg digitálisan készült, és arról falra legyen vetítve. Aminek az az előnye, hogy vetítés közben olvasható a szöveg. Nagyon éles a kép, tehát bármikor megnyitjuk éles a kép. Nincs színvesztés, nincs élességvesztés, és a maga a szöveg is olvasható, nem második el. Már ennyit a híradóról. Jó étvágyat! Kívánok! Itt vagyok az erkélyen. Látok itt embereket, stb. Bemutatok itt a rendőrség, mellett a bíróság, belátok. Nagyon magas itt az erkély, hogy itt van a és már mellettem itt a rendszer. Járkálnak kocsik, minden. Erkély. Császtos kacok. Most is jó következik. Itt mindenre fény derül. Még ha kicsit durván is. Pá. Azért vannak a jó barátok. Üdvözlöm kedves nézőinket a Henisóban, ahol a veszekedések szinte már mindennapossá váltak. A mai műsorban két szomszédot láthatnak, akik nem bírják egymást. És most első vendégünket köszöntöm, Erzsókot! Ki tudja, miért szeretem úgy az estét sem. Mikor szívan, nézőket! Mondja el, kedves Erzsók, hogy miért nem bírja a szomszédját. Kérem szépen, a szomszédom minden reggeltől estig hallgass a zenét. A kisgyermekeket nem tudom normálisan még altatni se. Olyan zaj van a szomszédba. Jó, akkor most köszöntöm a másik felet, Fityukát! Na, ez baktál, itt rágyom. Köszönöm, hogy itt lehetek, kedvesem. Hogy mi a baj a szomszédjával? Hát, Aranycsillag, az a gondom, hogy a szomszéd csendbetegségbe esett. Én nekem meg az a hívem, hogyha aznap, mikor ebédenek nem hallgatott cigánzenét, hát másnap nem bubbalak. És ez így nem megy tovább, ezt meg kell oldanunk. Henike, ma nem lehet bírni velük. Annyira hallgassak a zenét, hogy rendesen tűrhetetlen ez. Hát az elenékül mit élek én? Az elenékül. Ezt is hallgatni kell, hánynal fél kettőkor a zenét. A kis hány nekem azt más, reggeltől vanunk vissza meg a tűzát. Hát ezt hallgatom, ne essek álmos betegségből. Ezt nem lehet kibírni így. Maga beszél, maga! Amikor reggeltől estig csak a zenét hallgassak, ma nem bírom. Mondtam már! A is, ami ott van magánál, már tűrhetetlen. Elvíz a fotós. Itt a beteg van a szüleink, a Aquí le pasé, Magoy.
Üljön egy bárány! Üljön le! Üljön le, ravagy! Mondom! Némen leütt a szemvegem! Nem lenne jobb békességet kötni? Egy kivétellen békület. Ha nem hallgassa a kést az én ég. Ebből az egy... Henny kedves! Erzsike! Ha... Hagyjad, Pityuka! Hogyha főzne neki minden nap ebédet, akkor nem hallgatom az enyémet. Rendben van. De bodak legyen benne! Rendben, de bodak kifüldjük benne! Rendben, nyúl meg valami! A dumám miatt beléd szerettem. Menjen innen nagyon gyorsan! Meg ne lássam többet ezt a csávút! Amúgy is, ha szeretnék tudni, nem én vagyok az igazi anya! Lehetett szórakozni, koncertet nézni. A jó hangú Murianikővel készítettünk interjút. Lehetett focizni, csocsózni. Jövőre ti is gyertek el! Milyen volt táncolni? Nagyon izgultam, majdnem visszamentem, mikor megláttam anyukámat sírni, gondolkoztam, hogy mégis jó leszek, minden, és ez volt, jó voltam, láttad? Sziasztok, Csízi Henem vagyok, itt vagyunk a Putnoki Gömerekszben. Interjút készítünk Rázi Attilában, hogy érezted magad a műsor alatt? Igen jó volt ez a műsor. Nagyon jó volt ez a Putnokiak, társadásat bemutatták itt a Putnoki embereknek. Hála jó Istennek, jó sikerült, én azt tudom mondani. Izgultak a fiúk és a lányok, mielőtt fellépést megcsináltak? Hát igen, egy kicsit szorongtak, kicsit izgultak, de aztán a végén feloldultak. A zene közben, a tánc közben, tehát nagyon jól teljesítettek, én azt gondolom. Ki tanította be a lányokat és a fiúkat össze? Elsősorban én, aztán a Claudia, Marika, tehát a mentorok készítették fel őket táncolni. Mivel foglalkozunk? Arcokat festettünk, arcfestéssel, meg ilyen kézműves foglalkozást. Sokan mentek oda, hogy csináljanak arcfestést, meg kézműves foglalkozást? Hát eddig 570 gyereket festettünk körülbelül. És mindenki más-más kért? Igen, rengeteg pókember volt. Jó nézel ki. Pillangó. Sokan nem ismerik a Dr. Ambedkar tanodát. Ő megkérdezték, hogy ez most mi? Igen, beszélgettünk a gyerekekkel, hogy mi ez a Dr. Ambedkar tanoda. Szia, melyik tanodába jársz? A Putnoki tanodába. És milyen ott?
Nagyon jó. És látom, van arcfestésed, ezek szerint te azt csináltattál. És miért pont lepkéket, mert virágot? Mert ezt teszed nekem a legjobb. És volt másik is neked? Tegnap volt egy ilyen macskanus. Én személy szerint a sporttal foglalkozom. És milyen sporttal? Volt itt kosárlabda, asztali tenisz, csocsó. Szeretek nagyon olvasni, illetve nagyon szeretek filmet nézni, így gyakran járok moziba is, hogyha úgy alakul. Milyen filmet szeretnél? Nagyon szeretem az amerikai romantikus filmeket, illetve nagyon szeretem az olyan filmeket is, mint például az eredet. Ezt most nem tudom, melyik kategóriába kell sorolni. Nagyon szeretem a régi ilyen akciófilmeket. Úgyhogy igazából ilyen mindenek vagyok, egyet nem szeretek megnézni, az horror film. Hát az X-Factor, mikor vége lett, akkor én a Hadás Színházban is kezdtem el dolgozni, hát játszani, ugye mi játszunk, és ez egy nagyon-nagyon jó dolog volt, nagyon sokat kellett próbálni, nagyon sok, hát ugye elkészült az első dalom. Hát a tanadásoknak azt üzenem, és egyébként ez minden embernek kell szoktam mondani, kitartás, és csináljátok, mert csinálni jó, és játszani jó, és ennyi. És sok puszit küldök. Vegyes a kép. A legnagyobb probléma az, hogy finoman kifejezve neveletlenek. És ezt nem azért mondom, ez nem a gyerekeknek a bűne. Ez főképpen a szülőknek a reányságán, a nem megfelelő gyerekkel való bánáson múlik. Nem a gyerekeken. Gondolok itt arra. Egy utcán tudunk megmérni gyerekeket, amikor azt látom, hogy eldobja a szemetet, pedig mellette van a szemetes. Amikor letől egy faágat, pedig nem kéne. Amikor megissza a petpalackos verekedős bort a parkba, és eldobja, ha még mindig fiatalról beszélünk, tehát 14-15 évesről, és eldobja a petpalackot. Amikor a kukát kiborigatja, pedig minek? Másnap ő is azon az úton jön majd végig, és ezt fogja látni. És a többit aztán nem mondanám, hogy miért köztéren végzik el a dolgukat, ha nem muszáj, és hogy hogy viselkedik a kisfiú a kislánnyal adott helyzetben a parkba, amikor az nem odavaló. És ilyenkor mondhatnák azt, hogy én is voltam fiatal. Voltam, de biztos, hogy nem a nyílt utcán csináltam az intim dolgaimat, hanem máshol. Még egyszer mondom, nem a fiatalok bűne, és nem a fiataloknak a minősítése, ez többnyire a szülőké. És nem az iskolája. Az iskola az erre képtelen. Az nem tud. Az csak irányelveket tud mutatni, nem tudja megnevelni a gyereket. A szülők problémája. A szülőknek nincs ideje, nincs energiája, nincs idegrendszer ahhoz, hogy gyerekeket neveljenek. De hát hallok jót is, meg rosszat is. Mind a kettő. Ön szerint ki a legjobb Star Wars-da? Hát akit én ismerek, konkrétan az Majka. Fogalmas. Majka. Láttál már úszdon valami balhét? Hát, inkább elkerülném az ilyeneket, szóval nem nagyon. Nem. Na, láttam már komoly verekedéseket is, láttam már nem is késelést, hanem gyakorlatilag kardozást, valódi kardokkal. Ugye még sokan emlékeznek, a Rio előtt egész nagy szamuráj karddal vívott háború volt. Mi a véleménye?
lányokról és nem cigányokról. Hát azok között is vannak jó emberek, rosszak. Nem ismerek, mert a párom roma származású, és hát itt vannak úrtól rokonjai. Nincs velük gondom. Hát vannak, akik sajnos el vannak maradva, de vannak jó képességű, fejlett emberek is, úgy mondom, akik akarnak dolgozni, műveltek. Hát én nem teszek ilyen fajik megkülönböztetés, szóval nekem mindenki egyforma. Nem tennék különbséget cigányok és nem cigányok közt, hanem ha már fai kérdésről beszélünk, mert nyilván arról beszélünk, cigányok közt is ismerünk nagyon rendes embereket, és magyarok közt is ismerünk olyanokat, akik minősíthetetlenül viselkednek. Tehát ezt így nem minősíteném gyakorlatilag. Lehetnek normális emberek a cigányok közt is, és vannak is. Nekem rengeteg cigány ismerősöm van, lányok, fiúk, férfiak, nők vegyesen, akikkel jó viszonyban vagyok, kedvesek, intelligensek, aranyosak, normális emberek, és sajnos cigányok közt is, vagyis magyarok közt is vannak olyanok, akik viszont mércén aluljak. Nincs véleményem. Ugyanolyan emberek, mint a többi. No comment. Aki ezt a szappanoperát nézi, készüljön arra, hogy nem lesz ideje a kis és a nagy dolgokat elvégezni. Úgyhogy liberót fel! Ki tudja, hogy megtaláljuk? Megtaláljuk! 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 Megtaláljuk!
Tejfel, hasadra süt a nap! Á, bocs, de olyan jó ez az új matrac. Jó ez a matrac, én is hozzuk egy ilyet, azt tudni. Köszönjük, hogy minket néztetek. Reméljük továbbra is minket fogtok, mert a Tanoda TV király műsor. Álmodjatok szépeket!